Nagyon nagy szeretettel köszöntöm a kedves nézőket, VNTV-t, Viva Natura televíziót látnak, láthattok. Parapercek című adássorozatunkban dr. Egeri György barátommal beszélgettünk. Szia Gyuri! Üdvözlöm a nézőket. Jó. És téged is természetesen. És most jöttél haza Japánból, nagyon sokunk vágya, hogy oda eljussunk egyszer, nekem már volt ebben részem. Masaru Emoto úr, akit Magyarországra volt megtiszteltetésem elhozni, visszavitt egy vízkonferenciára, ahova elkísérhettem, és nagyon jól éreztem magam. És te meg egy különleges alkalomból jártál Japánba. Meséld el a körülményeket, hogy kerültél oda, illetve egy kicsit a japán feelingről, ami benyomásod volt, aztán majd belecsapunk a komolyabb témákba is. Indulás előtt 10 nappal tudtam meg, hogy fogok menni Japánba, tehát ez nagyon váratlan volt. Az egésznek a kiindulása hidegfúzió és Fukushima. Tulajdonképpen Fukushima környékén még mindig hatalmas lakatlan területek vannak, pedig termékeny a talaj, ott van egy csomó lakás üresen. És azon gondolkoznak japánok, ugye, hogy mit lehetne tenni, hogy újra lakható legyen az a környék. Ukrajna elég nagy, Csernobillal nem törődnek, hogy ott egy nagyon széles zóna lakatlan. De a japánoknál minden ilyen 100 négyzetkilométeres terület az egy érzékeny dolog. És emiatt le kellett állítani rengeteg atomerőművet is, és Japánban így állandósult tulajdonképpen a villamos energia hiány, és ezt ők megérzik. Most gázos erőművekkel oldották meg az elektromos energia igényüket, ami viszont sokkal drágább, mint az ott meglevő sok-sok álló atomerőmű. És a dologra úgy került sor, hogy van egy japán feltaláló, egy 80 éves öreg úr, az Omasa úr, és az ő találmányát mentünk el megnézni. Ez egy ilyen crowdfunding alapon, hogy kis emberek összedobják a pénzt, és akkor egy vagy két hozzáértő ember két bőrönnyi műszerrel kimegy, megnézi, és teljesen független véleményt ad, hogy ez most kamu, hülyeség, igaz, használható. És így voltunk mi a Bob Grainierrel Indiában kétszer is, ahol rendkívül jó találmányt láttunk, csak éppen egy hőtermelő reaktor, csak éppen a feltaláló fia nem engedte meg, hogy magát a készüléket megmérjük, mert ő abból pénzt akar csinálni, nem lett belőle semmi, a mi segítségünkkel megvalósulhatott volna, éppen a közösségi támogatás segítségével. Mindig itt a kulcs, hogy oda kell adni a többieknek. A közösségi támogatás és a nyilvánosság, ez a kulcsa. Ez az expedíció most Tokió egyik névtelen külvárosában viszont sikeres volt. 5 napon keresztül éjjel-nappal mértünk, és éjszaka mikroszkópoztunk, és raktuk ki a netre az eredményeket. Ez a Martin Fleischmann Memorial projekt, és így a neten meg lehet találni bárki egészen sok technikai részletet az MFMP honlapján megtalál, föl lehet iratkozni. Betűzzük ki, mert utána írogatnak, hogy mondjam pontosan. Martin Fleischmann Memorial projekt. A Martin Fleischmann volt az, aki a hidegfúziót visszahozta a köztudatban 89-90-ben, angol elektrokémikus, akadémikus, a Fleischmann és a Ponsz együtt, a Fleischmann-t és a Ponsz szó szerint szinte a halálba üldözték, mindenhonnan kitiltották őket, már így a mainstream tudományból, viszont visszahozták ezt az ötletet egyáltalán a tudomány térképére, abszolút tiltott, de elkezdett foglalkozni ezzel a témával, hát olyan 100-150 elektrokémikus, aki az ő tanítványai voltak, és tudták, hogy az öreg nem hazudik, és ezzel a több laboratóriumban is a sikeres kísérleteket hajtottak végre. A dolog tragédiája az, hogy nem az elektrokémia az, ami a legsikeresebb csapása lehet a hidegfúziónak,
hanem az 1910-es években elkezdett és tragikus módon az első világháború miatt elfeledett tranziens gázkisüléses kísérletek. Magyarán például a villámcsapások környékén elég durva hidegfúzió jelenik meg, tehát az a hely, ahová becsapódik a villám, ott a körzetekben olyan ásványok vannak, jelennek meg, ami sehol a környéken másként nincs. Minden egyes villámcsapás például hidegfúzióval jár. Jó, mivel a BNTV nézői nagyon sok szakavatott ember van, meséljük már el a hidegfúzió, mert több adásunkban egyébként érintettük, de aki most csatlakozott be hozzánk, akkor egy pár mondattal részletesen, illetve fél mondatokkal, hogy a természetben mennyire fontos ennek a biológiai vetülete, illetve miért ez a legfontosabb útirány, amit most a fizikának, a biológiának föl kéne, hogy vegyen. Ugye tudjuk, hogy van forró fúzió a csillagokban, ez történik, bár azért itt is vannak nagyon erős gondok, de ez a hivatalos vélemény. A természetben azonban létezik egy sokkal alacsonyabb hőmérsékletű, úgymond katalitikus fúzió, amikor például elektromosan föltöltött porszemcsék katalizálják, segítik ezt a fúziót, amikor két atommag egyesül és egy új típusú anyagot hoz létre. Kevesen tudják, hogy a biológia, az élet állandóan használja ezt a jelenséget. Valószínűleg az van, hogy a nitrogén is így keletkezett a mi atmoszféránkban. Sok trillió baktérium elpusztult, de a szén és a nehéz víz, a föld ős óceánjaiba levő nehéz víz molekulák, amikor egyesültek, a szén plusz deutérium az nitrogént alkotott. Tehát az egész naprendszerben csak néhány helyen találunk nitrogént az atmoszférába, és ott élet van, tehát ez nem... Hát ez az élet, a bonyolultabb élet alapja, így van. Hogy a nehéz vizet kivonjuk, mert ugye a szervezetbe kerülve az méreg. Elpusztítja a mitokondriumot, de viszont ami nagyon fontos, tehát a csillagokban nagyon magas hőmérsékleten érik el azt, hogy atomszerkezetig szétugorjanak az anyagok, őrült energiával. Itt viszont egy alacsonyabb hőmérsékleten ugyanúgy képesek egy alkimikus jelenség létrehozni, hogy te kísérletet, hogy szénporral végezted a kísérletet, és utána találtál benne vasat, amit már fogott a mágnes, de találtál benne aranyat, meg mindenféle más elemeket. Vas, réz, alumínium, titán, igen. Kalcium, nagyon sok, cink. És a biológiában, a biotranszmutációban egyik kedves példád, amit én praktizálok, a kerváll a tojással, amikor a tojásban, illetve abból kiszületett csibében sokkal eltérőbb ásványokat, vitamint és mindenféle nyomelem kalciumot találtak. Miért? Azért, mert benne lévő baktériumok az új élethez szükséges, kialakult élethez szükséges anyagokat előállították. Tehát egyszerűen az alkímia, amiről álmodik az ember, az a természetben már réges-régen megvan, és ez van a fizikában is, egy alacsony energiaszinten, illetve maga a biológiában is működik. Tehát akkor van egy hideg magfúzió, most már tudjuk, Japánban milyen irányba indultak el. Kezdjük az első képet, és aztán jöhetnek a képek. A barátom, a Bob Grenier, az MFMP, tehát a Martin Fleischmann projektnek az egyik oszlopos embere. Vele voltam Indiába, és vele mentem most Tokióba, méghozzá úgy, hogy őt megkereste egy japán blogger, hogy van egy öreg feltaláló, következő kép. A Masato úr, akinek van valami nagyon érdekes vízkezelési technikája, aminek során érdekes módon anyagváltozások jönnek létre, valamint rádióaktív anyagoknak a viselkedése megváltozik. Az öreg úr szennyvízkezeléssel foglalkozik, és mint mérnök egy ilyen ötszintes nagy laborja van, és az volt az ő találmányának a lényege, hogy van egy vibrátor, egy villanymotor, amihez hozzá van kötve két rúd, azon lapátok vannak. És a villanymotor a rúdak segítségével, íme itt van, megrezgeti a lapátokat, és ez a vizet kavarja. Ezt gondolta az öreg úr, és itt a fényképen látszik is, hogy ilyen mindenféle
műanyagok, buborékok, ott mozognak, és ő ezt mutogatja nekünk. Csak ő arra nem gondolt, hogy ezek a lapátok rugalmasak, és ezért nem csak a meghajtó motor a rezonáns frekvenciáján megy, hanem sokkal magasabb frekvenciákon is, és ezért ultrahang is keletkezik. Az ultrahang miatt viszont a gőzbuborékok keletkeznek és omlanak össze, nagyon erős nyomáshullámok vannak ilyenkor, akár 100 kHz-ig is. Beletettünk ugye mi mikrofont, így vettük föl a spektrumot. Látszik, hogy mennyire habzik ez a, tehát ilyen tejszerű sok-sok buborék van benne, és ezek a buborékok összeomlanak. Most, hogyha ilyen buborékos vízbe ráadásul elektródok vannak, és a vizet föl is bontjuk, akkor egy egészen különleges tulajdonságú gáz keletkezik, ami éghető, és a legfurcsább dolog, már most elmondom, itt vannak az elektródok, amik bontják egyébként a vizet, katód, anód, és a legfurcsább, hogy ez a gáz azt meg tudja csinálni, hogy alacsony hőmérsékleten ég, de hogyha egy fémet talál, akár wolframot is, az szinte azonnal füsté változtatja, porrá változtatja. A wolframot. Tehát tök mindegy, fém legyen, és az a fém azonnal el fog gőzölni, majd ezt is fogjuk mutatni, de a műanyag nem. Tehát egy papírlapot nem, de a fémet porrá változtatja. Tehát nagyon különleges, fura nukleáris reakciók játszódnak le benne. Menjünk a képekkel. De fullék össze ideig, hogy én is megértsem. Tehát van egyszer egy vízkád, amiben vannak ilyen lamellák, amivel megrezegtetik, de annak képeket. A felharmonikusai ultrahangon rezegnek, tehát ennek megfelelően speciális buborékok jönnek létre, és amikor azok eldurrannak, igaz, akkor egy speciális gáz jön létre, de ez még a vízbontás is hozzájárul? A következő. Igen. Ha ebbe a kádba, ebbe a vizes kádba nem bontunk vizet, csak így normál módon buborékot így hagyjuk, buborékokat csinálunk, megváltoztatjuk a víz struktúráját, és a buborékok azok olyan magas hőmérsékleten pukkannak szét, hogy plazmát hoznak létre, ez tulajdonképpen egy rezgő plazma, tehát itt vízben készül a rezgő plazma, míg az én esetemben, az én reaktoraimban már eleve gázban, levegőben vagy hidrogénben csináljuk a rezgő plazmát. Mitől lesz a magas hőit? Itt egyszerűen, mint a dízel motornál, ugye összenyomjuk a buborékot, ezek a hanghullámok, aha. Egyszer alacsony állóhullámok alakulnak ki, egyszer alacsony, másszor nagyon magas nyomáson, és amikor éppen magas nyomás van, akkor ezeket a buborékokat összenyomja, komprimálja, elpukkasztja. Egyébként minden mérnök a kavitációtól menekül, mert tönkretesz mindent, hajócsavarokat. Még régi központi fűtésekben lehetett hallani ilyen kattogásokat. A kavitáció hullámok, a hanghullámai, az összeroppanó buborékok hanghullámai mindent tönkretesznek. Amikor kattog a kazán, majdnem fölfor, akkor ezeket a kis buborékoknak a... omlasztja össze. Omlasztja össze. És mint a kalapács, akkor a brutális ütései vannak, aha, nagyon veszélyes műszakilag, minden anyagot szétszed maga. De az az érdekes, hogy az így kezelt víznek megváltozik a struktúrája. Mutatok is képeket, az öreg úr például aranyhalakat nevel, és nagyon rövid idő alatt az icipici aranyhalakból ilyen félméteres cápák lesznek, és ezek abból is él ez a találmányának egyik alkalmazása, hogy eladja az aranyhalakat. Így néz ki az egyik emelete, tehát mindenütt ezeket a különleges vízrezgető vagy folyadékrezgető készülékeket lehet látni. Ezek kavitációs berendezések. Íme itt látszik víz nélkül ez a lapátsor,
a két műanyag közé befogja, általában acéllemezek. Tulajdonképpen annyira egyszerű, hogy bárki otthon meg tudná csinálni, akinek van műszaki háttere. Érdekes, ugye beszéltünk már arról, hogy mindjárt mondod a speciális szótról, hogy egy hangszóróval egy akár egy csészében elkezdünk vizet remegtetni, vagy generálni, hogy speciális alakzat, speciális buborékok jönnek létre. Így van. Klimatikus fényképek, klimatográfnak hívják ezt a dolgokat. Ha porral csinálom, akkor ugyanúgy akár ilyen gabonaköröknek megfelelő, szabályos geometriájú képek. Ezek a kladni ábrák. Kladni ábrák. Na most egyébként, hogyha már erről kicsit beszélünk, úgyis kedvenc témád, ha gabonaköröket egyszer meg tudnánk úgy gerjeszteni, hogy ezek megszólaljanak, és az üzenetet ki tudnánk olvasni belőle, na az lenne még egy nagy csoda, de visszatérve, tehát amikor buborék elpukkan, akkor plazma keletkezik. A plazmáról egy pár mondatot, aki ez egy magas hőmérsékletű gáz tulajdonképpen, a gyertyaláng, a tábortűz, minden láng is plazma, de az alacsony hőmérsékletű. Itt az összeroppanó buborékban a Julian Schwinger Nobel-díjas fizikus számításai szerint körülbelül 20-25 ezer Celsius fok is elérhető. Egész különleges vegyi reakciók is létrejönnek, ami úgy normál módon nem is hozható össze, tehát különleges anyagok, de az öreg úr, a japán, az Omasa úr észrevette, hogy anyagátalakulás jön létre, például ezüstöt talált akkor, amikor így rezgette a vizet ilyen módon. Ezt én láttam. Menjünk az ábrákkal, mert sok van. Tehát így néz ki egy berendezés, a motor a tetején nem látszik, csak a kép tetején, csak ott vannak ezek a rezgető akusztikus izolátorok, úgy néz ki, mint egy szigetelő, ott van egy 5 literes edénybe, itt történetesen a részklorid, mint folyadék, és akkor elkezdjük rezgetni, ki lehet hangolni, hogy rezonáns legyen, és onnantól kezdve... Miért pont részklorid? Miért kell bele valami vegyi anyag a vízbe? Hogy lássuk, hogy létrejön a fúzió, hogy az anyagváltozás. A cézium-kloriddal is, meg azt hiszem ezüst-kloriddal is végeztünk kísérleteket. Nézzük az anyagokat, jó következőt. Itt látszik a teljes, egy teljes berendezés. Bekapcsoljuk, morog, elég csúnya hangja van, de a buborékok összeomlásának ez az egyik kísérő jelensége, és persze meg is forgatja közben ezt a folyadékot. Ott hallott közben nagy durranásokat közben, azért, ahogy... Ezt a morgást állandóan halljuk, igen. Nézzük csak meg a következő képet, lehet látni a bal oldalon a kék, így kezdtük, 1 óra múlva, 2 óra múlva, így néz ki. Ez a pH-ja, vagy milyen változott meg? Az anyag összetétele. Új anyagok jelennek meg benne. Menjünk tovább folyamatosan képekkel. Jó? Az anyagok meg úgy kerülnek bele, hogy a víznek van ugye ásványanyag tartalma is, vagy maga a víz struktúrák hoznak létre új anyagokat. A meglevőkből. Tehát lebontja a víz struktúráját, és abból épít, mert minden alapellem ott van, egyetlen egy vízmolekulában is. A víz meg az az anyag, mit tudom én, cézium-klorid, amit beteszünk. Aha. A cézium is reakcióban lép, a klór is, a hidrogénnel is, meg az oxigénnel egész sokféle anyagot föl lehet így építeni. Lassítással is fölvettük ezeket, és lehet látni, amikor 100 képet veszünk föl másodpercenként, tehát lassított filmmel, hogy ezek a lemezek repdesnek, és ott vannak a buborékok. Íme itt látszik az idősor. Mi volt a kisöregnek a motivációja, elkezdett ezzel foglalkozni? Ő mindig is ugye a szennyvíztisztítással foglalkozik, Japánban a környezetszennyezés mindig is probléma volt, csak később vette észre, hogy az ő masinájában új anyagok jelennek meg, amikor ő ezt megvizsgáltatta. És azt is észrevette, hogy biológiai hatása van a megrezgetett víznek, tehát például ekcémás bőrt lehet gyógyítani, ő azt állítja, hogy daganatos betegségeket is lehet ezzel a
struktúrvízzel kezelni. Ezt mi nem vizsgáltuk természetesen. Menjünk a képekkel tovább. Tehát itt látszik, hogy óránként nézve durván változik a víznek a színe is, és az anyag. Új frakciók jönnek létre. Így van, menjünk. Itt látszanak a lapátsorok, tehát nem egy, műszakilag nem egy nagy durranás az egész, és ezen a képen például szakét rizsbor azt kezel, és sokkal jobb íze van a rizsbornak néhány kezelés után. Szerintem még az is lehet, hogy közepes minőségű borokat nálunk föl lehetne javítani. Így? Csak meddig tartja meg, ugye? Hogy mitől alakulna vissza, mert átalakult, igaz? Így újból van, ilyen közök kell neki, hogy... Itt látszik egy villanymotor, és a villanymotor végén, a tengely végén egy aszimmetrikus tömeg, és ez az aszimmetrikus tömeg, mint egy vibrátor, rezgető, ez az, ami a lapátokat működteti. Kereskedelmi forgalomban kapható ez is, meg az a tápegység is, aminek a frekvenciája változtatható. Meg a szaké is, gondolom. Így van. Ez a szaké kóstolás, de tényleg, ez a Bob, ez látszik a képen az éjszakai munkaidőt, lehúztuk a 12 órás japán munkaidőt, és utána éjszaka mikroszkópoztunk, mire hazajöttem, teljes kialvatlanság volt. Ez egy japán WC, ez csak úgy érdekességként, ez egy elektronikus WC, ki kell választani, hogy férfi vagy, nő vagy, és akkor attól függően most töröl, szárít, mindent csinál, ez egy ilyen helyi érdekes. Amerikában találkoztam ilyenekkel már egyébként. Igen? Aha. Azt hittem, ez csak Japán. Nem, oda exportálták, hogy én. Mert ugye a nagyon sok helyen nincsen bidé, és ez a bidét tudják ezzel tulajdonképpen pótolni. Ez a mi kis szállodai laborunk, már ott elkezdtük a vizsgálatokat, de ez még hosszú ideig el fog tartani. Polarizált fényben látszanak egészen különleges sugárzásnyomok, és az expedíció második felében pedig ennek az omaszaggáznak az égését néztük meg. A különböző koncentrációkban különböző más éghető gázokkal is keverhető. Ez egy durranó gáz, ami hidrogén-oxigén keverék, de nem durran. Tehát sokkal békésebb, szelidebb, maga a normál vízbontással elkészített durranógáz a legkisebb kocintásra, kis külső beavatkozásra azonnal fölrobban. Ez békés, össze komprimálható, tartályba rakható autót lehet vele hajtani. Menjünk tovább. Itt látszik a gáztartály, ez nem teszi tönkre az acélhengert, mint a hidrogén, és maga az omasza gáz gyártóberendezés, tehát a rezgés közben történt elektrolízis, az ott abban a fehér színű dobozban történik. Na most, itt látszik például, hogy ezzel a lánggal, ami egyébként olyan alacsony hőmérsékletű, hogy a kezünket beledughatjuk. Ez a lángba beledugunk egy tóriumos wolfram pálcát, ez hegesztő pálca egyébként, és látszik, hogy füsté válik. Még egyszer, tehát ez egy olyan láng, amit el nem tudunk képzelni, mert nem a láng az éget süt, igaz? Igen. És elvileg ebbe be tudod tenni a kezedet, hogy semmiféle égési sebed, de a szőrt leszedi legalább, nem? A szőrt leszedi. És hogyha a wolframot teszel oda, akkor a wolfram meg elpárolog. Elpárolog, minden fém azonnal elpárolog, füsté válik. És ugye a kérdés, a wolframot azért használtuk izzószálakban is, hogy kifeszítve nagy feszültséget átvezetve, nagy 220 voltot, izzon, és gyakorlatilag ne párologjon el. Igaz, egy kis gázzal még visszaépítettük, de... A wolframnak az a tulajdonsága, hogy igen magas hőmérsékleten olvad, tehát már régen fehéren izzik, de még mindig nem olvadt el. Ezért lehet belőle izzólámpát készíteni. Ugye, ezt próbáltam elmagyarázni, hogy ott még egy kis védőgázt használnak, amivel visszaépítik a wolfram atomokat, jó? De az a lényeg, hogy ez egy különlegesség, tehát maga a kezemet nem bántja, de a wolframot elpárogtatja, és mi van a
szigetelőanyagokkal. Majd azt is mutatom, nézzük akkor a képeket. Tehát itt a Wolfram, itt tehát egy Wolfram pálca, látjuk, hogy ízzik, és köddé válik. Mm. Tehát elfüstöl. És magát a tartályt nem zavárta meg? Tudom, nem, az előtt. Semmi baja nincs. Tehát a vas tartályt még nem bántotta, igaz? Így van, így van. Itt egy titán lemez, át van juggatva a titán, és pillanatok, az is nagyon magas hőmérsékleten olvad, a titán, és ez egy ilyen kedvenc hadi építőanyag, és pillanatok alatt elfüstöl, ott van a lyuk, ezt lehet látni, és itt van a hőkamerás felvétel, 98 fokos a lángnak a közepe. Menjünk tovább. Itt műanyagot melegítünk, és 123 fok, és a műanyag nem olvad el. A Mendeleev táblázatot nem kéne újra átalakítani? Tudod, mert egy új elemet találtatok ki, nem? Hát ami... valami nagyon-nagyon érdekes és fontos, de a legfontosabbat még nem említettem, ha ezzel a lánggal egy rádióaktív anyagot végignyalsz, tehát megmelegíted, elveszti a rádióaktivitását. Tehát a műsor elején említetted, hogy milyen fontos nekik, hogy visszafoglalhassák azokat a területeket az erőmű mellett ki kellett költöztetni, mert minden talp alatnyi föl élet számít. Számít. Ugye ezzel a technológiával elvileg el lehetne, igen, el lehetne tisztítani. Igen, ám, de a tengerek, mély tengerekbe bemosott hát sugárzanyagokat. Az már nem ide tartott. De egyébként több száz tonna erősen radioaktív anyag maradt még a fukushimai reaktorokba, amivel nem tudnak mit kezdeni, hát ember oda be nem mehet, de ilyen robotok kiszedhetnék az ott levő radioaktív anyagot, mert elég lenne Japánban még egy komoly földrengés, aminek van valószínűsége, és egy újabb cunami aztán bevinné a tengerbe ezeket a reaktorokat, ember meg nem tudja állítani, és az a felhalmozott hatalmas mennyiségű radioaktivitás, ha bemegy a tengerbe, az senkinek se jó. Hát a föld alatti vízáró rétegeken keresztül így is, úgy is már az elvándor. Pár százezer. Ugye az is érdekes, hogy évtizedeken keresztül az Egyesült Államokban mindig mérték a tengerek, például a kaliforniai víz radioaktivitását, ez publikus volt. Fukushima után 3 évvel megszűntek a publikus adatok, csak magánemberek mérik, és hát azok mérik, hogy megy fölfelé a csendes óceánnál, Kaliforniában. Tehát megy ez most már mindenhol. Az alumínium szint mérését is megtagadták Amerikában, mert a chemtrailből éjjel-nappal szólják a fejünkre. Van olyan rész Amerikában, 7000-szer nagyobb az alumínium érték a vízben. Én most bohockodtam, mert megpróbáltam egy medencét úgy tartani, hogy lehessen benne több hétig fürödni, és ahol ilyen önfenntartó házam van, ott csak esővíz van. És elmondom, megmérem már, hogy mennyi az esővíz pH-ja. Most lehet, kitettem a Facebookra, 3-as. 3-as értéket tudtam mérni esővízből. Tehát hol tartunk már a 7-es semleges vízhez képest, hogy milyennek, mi a következő, akkor már ízé gyomorsá fog csöpögni az égből, vagy... És nézd meg, hogy a termések, a nagy része a fák tetején a rengeteg eső miatt mind el vannak rohadva, de nem csak az eső miatt, hanem a vegyi anyag miatt is. Hát ki bírja elviselni a 3-as pH-jú dolgot, amikor a gyomorsav értéke 1-8-2-8 között van. Tehát. Nézzük a következő képet. Elnézést, egy kis... Tehát itt egy titán lemez, hogy pillanatok alatt kiukad ebben a gázban, és itt a műanyag, ezeket én készítettem, ezeket a képeket, egy teflon lemez, az nem hajlandó átjukadni semmi. De várj, és a sima PVC, azért teflon azért bírja a hőt jobban. A sima PVC sem, tehát ami elektromosan szigetelő, azt nem lyukasztja át. Itt látszik a hőmérséklete, tehát azt látja a hőkamera, hogy nagyon-nagyon meleg a teflon, de semmi baja nincsen. 156. Ott van egy ember mögötte, a Bob, és 77 fokot lát, tehát a láng hőmérséklete itt 77 fok a közepén. Ja, és ugye az ember nem égeti meg, tehát hiába oda vissza a lángot. Tehát ez a láng 77 fokos, de a Wolframot egyszerűen füstté váltja. És a többi fémekkel mit csinál szerint? Minden fémet, elektromosan vezető, füstté változtatja.
Itt például nekinyomjuk a műanyagot a titánnak, ez a teflon, a titán elporlad, és hatalmas szikrákkal elég. Hol teszed te ezt az egészet? Ez egy különleges nukleáris éghető gáz. Nukleáris éghető gáz, ami szerintem katonai technológia, és van egy ilyen teljesen magánsejtés, tehát engem tessék ezért okolni, de az azért elindított bennem egy véscsengőt, amikor láttam, hogy a wolfram füsté válik, finom porrá válik, mert ezt már az ikertornyoknak a porrá válásával láttuk, hogy a papír, ami ott volt az irodákban, az ott szállingózott lefelé, semmi baj nem lett, nem égette. Ugyanakkor azok a vas szekrények, amik ott voltak minden irodába irattartónak, azokból nyom nem maradt, semmi nem maradt. Hát meg az autóknál ugyanez volt, hogy a gumi megmaradt, így van. És a vas meg elolvadt. Így van, és a beton is ugye porrá vált, tehát egészen különleges fázis. Szerinted ez ugyanaz a technológia lehet? Az a sejtésem, ez csak sejtés, ez nem bizonyíték. De ez a technológia, ez annyira egyszerű, hogy akinek van egy közepes műhelye, otthon meg tudja csinálni, hogy vizet bont, mit tudom én, sós vizet bont elektródok között, és közben rezgeti a vizet úgy, hogy azért ultrahang tartományba jöjjön a rezgés, tehát 100 kHz-ig legalább el lehet menni, ez műszakilag nem probléma, mindenféle ilyen piezókerámiák vannak, amik nem 100 kHz, hanem megahertzig el tudnak menni, brutális mennyiség. Annál gyorsabb az effektus, a magasabb a frekvencia. Így van, így van. Hát annál egyszerűbb és annál nagyobb energiájú. Te viszont gigahertzes tartományban dolgoztál, nem? Így van, az én plazmámban gigahertz volt meg a felett. Hát ugye 2,5 gigahertzen működik a mikrohullámú sütő, de az alharmonikusaim, azok, mit tudom én, 10-20 kHz környékén, és annak a felharmonikusai voltak. És az a működési frekvencia is itt van, 2 és 3,5 GHz között. Így van. Milyen jó az, amikor azt rezgetik, igaz? Tehát Ez egy nagyon érdekes és új dolog volt, mert rengeteg bilit fölborítottál, ugye? Már is van egy olyan gázunk, ami nincs benne a Mendeleev táblázatban. Ez nincs benne. Ez nincs benne. Ugye, ha ez nincs benne, akkor még van egy pár dolog, amit nem ismerünk, igen. És úgy szintén oda kerül. Egyébként azt a Hadd beszéljek azért arról, hogy mire lehetne ezt normális társadalmakban használni. Igen. Tehát békés célra milyen módon. Békés célra. Tehát ugye most teljes joggal látjuk, hogy ez az olaj a biznisz a sok-sok a szennyezéssel nem terhelhető az atmoszféránk. Egyébként engem nem a széndioxid bosszant egyedül, hanem az, hogy a városokban a nitrogén-monoxid, nitrogén-oxid értéke egész magas koncentráció, és az kerekperec rákkeltő. Na most, ezzel a gázzal, például Pakson, az éjszakai árammal nem tudnak mit kezdeni, mert egy atomerőművet nem lehet rángatni. Éjjel és nappal is, az egy alaperőmű, mindig ugyanaz a teljesítmény jön ki belőle, de az éjszakai áram eladhatatlan, vagy nehezen, tehát sokkal olcsóbban. Viszont éjszaka termelhetnének ilyen gázt, azt palackokba lehetne zárni, vezetékeken, tehát lehetne árulni benzinkutakon, és akkor nem földgázzal, hanem ezzel a gázzal működnének az autók. Nem meg a motort az a láng? Nem. Mi tettünk egy kört, az öreg úr átalakított egy autót, ezzel, és ilyen gázzal lehet furikázni, szép, csöndes. Tehát nagyon barátságosan viselkedik ez a gáz. Tehát a motor az fémből van, könyörgöm. Igen. Tehát, hogyha ott robbanó elég keletkezik, az megzabálja a hengerfejet is, nem? De ki lehetett próbálni, hogy amikor már robban, akkor békén hagyja.
Tehát amikor szúróláként nekinyomod, akkor bár, megeszi. De robbanthatod. De amikor így berobbantod, meg a japánok akkor... voltak az elsők, akik teflonnal bevonták a hengereket úgy belülről, meg ilyesmi. Tehát... Nem tudom, hogy ő konkrétan hogy oldotta meg, de ez... láttunk egy ilyen hengert, amiben tárolta ezt a gázt, az föl volt fűrészelve, semmi baja nem volt, semmilyen korróziós nyom nem volt. Tehát magyarán lehetne olyan autóflottát kialakítani a most meglevőkből, ami nem nitrogénmonoxidot nyom ki, hanem vízgőzt az atmoszférába. Olyan érdekes, hogy mondod, napokból olvastam egy cikket, hogy Japánban most már levegővel járnak az autók. Van olyan. Akkor valószínűleg erről a gázról beszélünk. Ott államilag ezt elnyomják, vagy támogatják ezt az egész dolgot? Elnyomják. Tehát az a nagy probléma az öreg úrnál és az Omasza úrnál is az a nagy probléma, hogy nem bírja eladni, pedig 7 évvel ezelőtt egy japán tévés csoport fölvette, hogy vettek radioaktív mintát ugye a fukushimai talajból, ezzel kezelték, és megszűnt a radioaktivitása. Tehát rendbe lehetne hozni azon az áron, hogy akkor be kellene vallani, hogy létezik ilyen hidegfúzió, és azon az áron, hogy nem kell olaj, hanem ilyen gázzal is lehetne működni. Ebből lehet látni, hogy kik irányítják a így japán államvezetést is. Nem csak a japán, hát minden. Is. Így van. Tehát a nagy tanulság az, hogy réges-rég megvannak a megoldások környezetbarát technológiára, de olyan brutális a cenzúra a feltalálók és a végfelhasználók a kisember között, hogy ezeket a dolgokat elhallgatják. Itt mi most ebben a műsorban elmondhatjuk, de biztos, hogy az állami tévében, közszolgálati tévében ilyesmiről nem szabad beszélni. Pont. Mi viszont mindenről beszélünk, amit a másképp gondolkodás igényel, és egyszerűen amíg nem mondjuk ki az igazságot, változást sem remélhetünk. De abban a pillanatban, hogy a közös mezőbe bekerül az igazság is, nem csak az a rengeteg eltoló, hamis programozás, akkor egy idő múlva az igazság felszabadít. Ezt én nagyon komolyan érzem már, és nagyon sok témában. Gyurinek a legnagyobb dolog a szemembe, amit elkövettél, amikor felfedeztél valamit, amivel tovább lehet menni, szabad energia, bármi. Te már nem dugtad el a kis fiókodba, mert az összes korábbi feltárónak ez volt a gyenge pontja, hogy eldugtad, hogy majd nagy pénzt csinál belőle, aztán mind elbuktak, hanem fogtad, fölraktad az internetre, elmentetek Japánba, ezeket a mérési eredményeket, amiről szó van, a tudást, azonnal megosztottad a hálón. Így van. És ez az egyetlen egy út van ahhoz, hogy államok, kormányok ne tudják elhallgatni, mert a mi jövőnkről, a tiéről, a gyerekeink jövőjéről van szó. Tehát még aznap éjjel a Bob fölrakott mindent, és a nézőket biztatom, akik angolul tudnak, hogy a Martin Fleischmann. Ezt most ide a szövegbe kiírjuk pontosan, hogy hol tudják megnézegetni. Hova megy a következő expedíció? Hát ahová hívnak, ahol van ahol ilyen ki tudják finanszírozni, igaz? Így van. Tehát ha van egy feltaláló, aki hajlandó bemutatni a találmányát, akkor ez a társaság kisemberek közösségi finanszírozásba megfinanszírozzák a jegyünket, de én is a zsebembe nyúltam, tehát a kaját meg a belső utazást azt én saját zsebből fizettem, ez volt az én hozzájárulásom, meg az idő és a szakértelem. Hát egy csodát láttál. És az megérte. Kedves nézőink, nagyon megköszönöm megtisztelő figyelmüket. Szerintem most megint valami elég új dolgot tudtunk megbeszélni Gyurival, és az is fontos volt, hogy akik sose foglalkoztak fizikával, stb., azok is megértették ennek a dolognak a lényegét. Már látom Józsi bácsi, hogy kint a fészerbe szerel a kis vibrátorát, hogy furfarag. De amikor otthon kattan a fűtési rendszered, nekem többször volt, mert amikor kicsit túl melegítettem a vizet, akkor majd fogom tudni, hogy vigyázzak ezzel a gázzal, mert akár szétrobbanthatja a kazánjaimat is. Köszönöm, hogy itt voltál, és minden új hírt a világból légy szíves hozzál nekünk, mert itt tudjuk az összes magyar testvéreinknek a világba széthordani az igazságot. És higgyétek el, egyszer át kell törni ennek a falnak. És ez egy olyan technológia, hogy tényleg otthon ilyen barkács módszerekkel. Ezért mondtam a Józsi bácsit neked, hogy otthon már csinálgatja, majd fölfogja a gázt, stb.
és üzletembereknek is ajánlom ezt a lehetőséget. Barátkozzanak össze a Paksi atomerőmű vezetésével, ez a MOL-nak is, meg Paksnak is jól jöhetne, csak akkor be kell ismerniük, hogy létezik hidegfúzió. Addig, amíg szerintem, addig, amíg a Pálinkás József volt ugye a debreceni atommagkutatónak az igazgatója, az atom, az a akadémiának a főtitkára, valamint ő volt az innovációs főguru, addig erről beszélni nem lehetett. Beszélni sem lehetett. Azért egyébként egyszerűbb a biológiában az a tojáskísérlet, mert ott mindenki meg tudja csinálni. Tehát, hogy akinek hogy... otthon tömegspektrométere van. De látja, hogy sokkal több anyag keletkezik, mint ami a tojásban volt. Tehát, és akkor még a fotoszintetizáció, nem beszéltünk a másik hidegfúziós eljárásról, de még majd beszélünk róla, kedves néző. VNTV-t hívanatul a televíziót láttatok, köszönöm, hogy itt voltál, viszontlátásra! Viszontlátásra!